Nagy volt a sürgésforgás Bátaszéken a Felvidéki Néptánc Egyesület házának udvarában. A községben élő három nemzetiségi csoport itt tartotta meg az első közös disznóvágását. A kezdeményezés célja az volt, hogy legyen egy olyan esemény, ahol mindannyian együtt vannak, megismerik egymás hagyományait, szokásait. Eddig mindegyik népcsoport élte a maga kis életét, de egymás felé úgy a privát életben nyitottak, de egyesületileg én azt gondolom, hogy nem nagyon volt közeledés egymáshoz. Bízok benne, hogy úgy fog sikerülni ez a mai nap, és ennek folytatásaként majd a ma levágott jószágnak a húsából elkészült ételek majd olyanok lesznek a jövőben, hogy egymást el tudjuk hívni, vendégül tudjuk látni, és ezáltal szorosabbra tudjuk fűzni az egymáshoz való életünket. A felvidékiek, a székelyek és a svábok közösen láttak neki a disznók feldolgozásának. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Egyesület elnöke elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen ez a rendezvény kitűnő példája annak, hogyan lehet az összetartozást erősíteni a városban a különböző népcsoportok között. Mind a hárman kisebb csapatba vágjuk le a sertéseket, valamilyen módon tartósítjuk még, fagyasztással, füstöléssel, és majd egy későbbi időpontban egy nagy, szintén közös rendezvény alkalmával, ahol mindenkinek a tagsága, mind a három egyesületnek a tagsága jelen lesz, kvázi egy utcabál formájában elfogyasztjuk ezeket a sertéseket. Tőlünk, Bátaszék és Sváboktól megszokott a Saures, talán ami a legérdekesebb, ez kimondottan a svábokra jellemző, elsősorban belsőségekből készül egy nagyon finom étel, pörköltek, és hát a káposzta az elmaradhatatlan, ha a svábokat említjük. A Felvidéki Egyesület tagjainak külön élmény volt az összejövetel, hiszen amíg a székelyek és a németek minden évben levágták a maguk jószágát, addig a felvidékieknél ez nem volt szokás. Így most kaptak az alkalmon és csatlakoztak a közös disznóvágáshoz. A húsokat ők is majd a bőjt befejeztével egy újabb közös rendezvényen fogják elkészíteni. A felvidékiek nem nagyon használtak paprikát. Hurkából is csak rizses hurkát készítettek, majorannát, sót, borsot használtak ízesítésre. Mi ezt kipróbáljuk, tehát megpróbálunk mi is egy ilyen paprika nélküli, rizssel teli hurkát készíteni, de igazából hagyományos módon dolgozzuk fel ezt a disznót ma, mert hogy ugye a cél az, hogy itt a rendezvényeinken, programjainkon tudjunk magunknak, illetve vendégeinknek főzni, és azért mindenki hozzá van szokva a mostani ízekhez, tehát nem merünk kockáztatni, hogy minden úgy készüljön, ahogy annó az ősek csinálták. Egy-két darabot azért készítünk, hogy mi is megkóstoljuk, kipróbáljuk, hogy milyen volt úgy, de hagyományos módon dolgozzuk most fel a disznó. Mivel, mint említettem, nekünk ez az első disznóvágásunk, én azt gondolom, hogy szerintem tőlünk vannak, vagy lesznek a legtöbben, mert a gyerekek is nagyon kíváncsiak. Ugye ma már nem mindennapos az, hogy otthon, háznál családok disznót vágjanak, ezért a gyerekek mindenféleképpen ide jönnek, ha nem is egész nap, de azért bekukkantanak, megnézik, hogy működik ez a dolog. Az aktív táncos felnőttek azok itt vannak. A lányok, asszonyok ugye sütemények készültek, mi a mosogatás, meg a kéz alá dolgozás részét végezzük a mai napnak. Igazából a férfiak azok, akik most a hátukon viszik ezt a napot, illetve a programot. És nagyon örülünk annak, hogy barátaink, segítőink, akik egyébként felvidékiek, szívesen csatlakoztak most a táncos fiainkhoz, így jönnek, segítenek, és akkor így együtt elmulatjuk a napot. A három jószágot Horváth István országgyűlési képviselő, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője ajánlotta fel a nemzetiségi egyesületeknek, remélve, hogy ez a példaértékű összefogás és együttműködés a jövőben is megmarad. A széken azért is példaértékű, mert az idei évtől mind a három
úgymond nemzeti népcsoport saját házzal fog rendelkezni, mind a székelyek, mind a németek és mind a felvidékiek, illetve már korábban is rendelkeztek némelyek ingatlannal, csak ezekre nagyon jelentős állami támogatás érkezett, hogy ezeket az ingatlanokat felújítsák, és egy olyan menedéket, vagy egy olyan találkozópontot hozzanak létre, ahol meg tudják élni a hagyományaikat és az őseiktől származó szokásaikat, és ez a mostani disznóvágás ennek az első ilyen közös felvonása. Az élet ide sotorta a három népcsoportot Bátaszékre, és közös érdekük, közös ügyük Bátaszék fejlődése és fejlesztése. A legközelebbi közös megmozdulást a pünkösdi időszakra tervezik az egyesületek, ahol majd a most levágott állatok húsából készült ételeket együtt fogyasztják el, közös mulatozással egybekötve.